Itt van a stúdióban két ember, még nem mutassuk őket meg. Az egyiket nagyon-nagyon szeretjük. Kovács Leherről van szó, színész. Jó, a másikat is nagyon szeretjük. Henendi Gábor, jó reggelt! Jó reggelt! És hozzátartozik, hogy most azért mondtam ezt, mert ugye, hogy mind a ketten ugye Emiliával próbáltunk lépéseket tenni annak érdekében, hogy mi általunk díszbemutatónak nevezett bemutatón ugye ott legyünk, ami holnap lenne, ugye valami Amerika, háromról van szó. Tehát nem tudunk ott lenni, mert hát persze nem tudunk ott lenni, mert nagyon sokkal lesznek ott. Szegény Gábor, ezt hányan játsszák el vele az elmúlt hetekben? Egy díszbemutatót nem lehet úgy megszervezni, hogy ne legyen belőle sértődés, ez egész komolyan. Mert hány fő jut be egyébként? Hát már 100 fővel túl vagyunk bukkolva, úgyhogy most rettegek, hogy botrány lesz, de 1300 ember van már visszaregisztrálva, úgyhogy... Elnézést már most, hogyha verekedés lesz a környéken. De nem, egyébként most azt kell mondjam, hogy tök jó érzésen mondjuk ezt, mert nem csak mi, az egész ország iszonyatosan várta ennek a filmnek a folytatását. És tegnap, amikor néztük a TV2-n, meg utána az így készültet, akkor én teljesen meghökkentem azon, hogy jól olvastam, vagy jól hallottam, hogy 17 évvel ezelőtt volt az első rész. Bizony. És 10 a második. És 10 a második, igen. Elképesztő, nekem is furcsa. De a színészek még mindig jól néznek ki, jól vannak. Gyerek volt a Szabó Győző. Figyelj, tegnap személyesen is találkoztam vele a Hordocai piacon, meg este ugye láttam a filmen, ez egész elképesztő. Na, meséljetek nekünk le el a filmről, anélkül, hogy spoilereznétek. Nyilván ti nem fogtok. Igen, igyekezni fogunk, ugye? Hát tulajdonképpen én egy annyit elárulhatok magamról, hogy Illusztris Társaságban a Gangsta Zolival és a László Zsolttal egy úgymond rivális bandát alakítunk. Uh-huh. Tehát rossz fiú vagy a filmben? Igen, igen, igen. Hát ezzel az alkattal ez különösen hálás. Nem tudom, mennyire látszik, hogy nem az a Zoli méretű nagy darab verő ember vagyok, de ennek szerintem jól aknáztuk ki az előnyeit. A hírek szerint rosszak voltatok a forgatáson. Nagyon rosszak. Tehát, hogy olyan, úgy érezted magad, mint egy óvó bácsi, akinek rendet kell vágni. Igen, borzasztó. Ennyi színész telelgetni nagyon nehéz, és tele vannak poénnal, anekdótával, viccekkel, és mindenre figyelnek, csak a forgatásra nem, úgyhogy teljesen nem tudtam más csinálni, csak néha kiabáltam. Ki volt a legrosszabb? Nem, ilyeneket nem mondunk ma már. Mint túl vagyunk rajta. Kész a film. 5000-szer megkaptad és meg is fogod kapni ezt a kérdést, de szerintem ilyenkor ez egy helytálló, érthető kérdés, hogy miért kellett 10 évet várni arra, hogy a Valami Amerika 3 elkészüljön? Mondjuk 10 évvel ezelőtt azért csak tudtad azt, nem, hogy ezt kéne folytatni? Nem, tényleg nem volt a fejemben. Nem volt. Az kellett hozzá, hogy nagyon-nagyon vágyák, és rengeteg levelet kaptam, hogy legyen harmadik része. És, de rendezők így dolgoznak? Ha van levél, akkor van folytatása, és nem. Ez egy speciális brand, és végül is Rékával, Divini Rékával, aki a forgatókönyvírótársam, játszottunk a gondolattal, kitaláltunk valamit, és akkor azért ebben van munka, egy olyan másfél év alatt jött össze ez a forgatókönyv, és akkor úgy éreztem, hogy lehet egy olyan minőségű dolgot csinálni, mint az első kettő. Ez miért volt másfél év? Ez egy átlagos időszak, egy forgatókönyvfejlesztésre? Igen. Nagyon más volt a legelején, mint amit most láthatunk majd a héten? Eléggé más, igen. Tehát, hogy az első ötlet, az, hát általában az alapötlet az kitalálódik, mert addig el se kezdi az ember a forgatókönyvet, és hát állandóan javítja. Ez azt szoktuk mondani, hogy befejezni nem lehet egy forgatókönyvet, csak abba hagyni, és tényleg ez az érzésem az embernek, de azért van egy pont, ahol azt mondja, hogy na, ebből már lehet jót csinálni. Biztos vannak olyan színészek, akiket felkérnek mondjuk egy filmnek az elkészítésére, vagy hogy vegyenek részt. Te amikor, nem tudom, kihívott ilyenkor fel Gábor, te személyesen hívtad fel például, lehet? Jó, mindegy, lényegtelen. Amikor megcsörrent a telefon, és felkértek arra, hogy szerepelj te is a Valami Amerika 3-ban, akkor mindjárt igen volt az első reakció? Hát azért igen, de a felkérés az úgy hangzott, hogy először volt egy casting, tehát az embert nem feltétlen, azt érzi nem az úgy ember, volt, hogy azért... kevés emberre gondolnak, és figyelnek rá, és ezért hívják, de nem úgy van, hogy felhívnak, hogy van-e kedved.
tehát ez eléggé... De téged csak azért castingolhattak, gondolom, mert hogy te nem voltál bent az előző részekben, vagy miért? Hát igen, ez most mindenhol azt nyilatkoztam, hogy nem castingoltam, mert hogy ezeket a szereplőket nagy részt tudtam, amikor írtam, de különben ez tény, hogy az ellenbandát azt castingolni akartam, de különben annyira tudtam, mert ugye Lolka, ennyit elárunk, Lolka és Bolka a két testőr, és egy nagy darabot meg egy kicsit akartam, és a Leellel mi nagyon sokat dolgoztunk már a Kincsembe, ő nagyon klasszat alakított, szóval azért ő nagyon a fejembe volt, csak ilyenkor jó, nagyon jó egybe megnézni, igen. Tehát hogy, uh-huh. hogy nem azt akarom megtudni, hogy a Lehel jól játssza ezt a szerepet, hanem hogy a banda vezér, meg van, a két testőre együtt az egy látvány. És mindenkinél legyen. Bejött? Hogy na, ő jó lesz, és tényleg jó lett? Igen. Uh-huh. Igen. Igen, azt igen. olvastuk, hogy aki majd megnézi a Valami Amerika 3-at, annak nem lesz hiánya akkor sem, hogyha az első kettőt nem látta. Tehát úgy tekinthetjük ezt a filmet, mint egy önálló, bár egy sorszámmal ellátott igen, újabb epizód. Igazából teljesen kerek egész történet, tehát nagyon működik anélkül is, hogy az első kettőt látta volna valaki, de azt nem titkom, hogy vannak utalások az előző filmekre, tehát hogy esetleg több poént ért meg az ember, hogyha ismeri az előzőt, meg a karakterek egymáshoz való viszonya, az persze már nincs annyira kibontva, hiszen azért arra alapozni lehet. Újszerű volt a Valami Amerika, azt gondolom minden tekintetében, a karakterekben, a történetmesélésben, 17 évvel ezelőtt. Az újszerűség az most miben lesz tetten érhető? Valahol azt olvastam, hogy nagyon sok akció jelent lesz benne. Hát igen, hogy egyszerűen a kor igényei azok megjelennek a filmen, hogy sokkal gyorsabb, pörgősebb a film, mint a régiek. Hát ez abból is adódik, hogy sokkal több szereplő van benne, és egy kicsit inkább az akcióvígjáték felé mentünk el ezt én. Egy picit arról beszéljünk, hogy van valaki, aki már látta ezt a filmet. Egy 25 éves, gyógyíthatatlan betegségben szenvedő fiú, aki igazániból írásban kommunikált veletek, amikor megnézte. Ez hogy volt? Milyen élmény volt? Jaj, szívmelengető, bevallom őszintén. Ez a Dávid, aki 26 éves és egy gyógyíthatatlan betegségbe szenved, és gyakorlatilag 26 éve ágyba fekszik lélegeztetőgépen, tehát beszélni se tud. És de szellemileg tökéletes, és ez az egyetlen öröme, hogy filmeket néz, és ő egy nagyon nagy Valami Amerika rajongó, kívülről tudja a dolgokat, és eljutott hozzánk a hír, hogy ő létezik, és van, és akkor ezt kitaláltuk, hogy akkor neki megmutatjuk, és elvittük a lakására a filmet, és megnézte, és teljesen boldog volt, és írt utána, tehát neki időbe telik, ami kommunikálva, az egérrel tud egyedül dolgozni, és számítógépen, és írt nekem egy levelet, hogy élete legboldogabb napja volt, és hogy ez a legjobb a három rész közül, és nem, tényleg majdnem elbűntem. Hát ez egy csodálatos gesztus volt a részletekről, tényleg azt kell mondjam. Akkor tényleg, mert hagyd mondjam el, bocsánat, mert hogy elég szegény sorban él a mamájával együtt, és Weller Péter kortárs festő festett nekünk 5 képet a film verkjeleneteiről, és ezt az 5 képet mi el fogjuk árverezni a Vatera segítségével a Dávid javára, úgyhogy mert ő most fekszik, de képes lenne egy kerekes székbe, tolószékbe is létezni, és ezt a széket meg akarjuk venni, úgyhogy február 15-től lehet licitálni ezekre a festményekre. De jó, hát akkor akár a festőt is beívhatnánk a stúdióba, megmutathatnánk akkor a képeket, így van, amit ha már verkjelenetek neked, van a fejedben egy kép, ami erről a forgatásra mindig eszedbe fog jutni, vagy egy hangulat? Szerintem most ugyanaz jutott eszünkbe, azt hiszem. Hát volt egy jelenet, amikor valakit inzultálnunk kellett, és véletlenül elszabadult a kezem, de tényleg véletlen volt. Egy rossz pillanat volt, és akkor nagyon meglepődtünk, és szerintem az maradt a filmben. Így tulajdonképpen. Van, nekem az a pillanat van a fejemben, hogy véletlenül megütöm egy kollégámat, és ez egy nagyon furcsa helyzet. Még egy ilyen filmnél is nem, ami mégis arról szól, de hát egy nagyon, nagyon eleven helyzet lett. Felesleges, nem ilyenkor azt megkérdezni, hogy izgulsz-e? Nagyon. Tessék? Hát nagyon. Tényleg izgulsz? Persze. Nem egyértelműnek a receptúrája, hogy vagy több százezer ember ezt meg fogja nézni, hát az egész ország nem, azért abban biztos vagyok, hogy ugye nagy az igény, tehát hogy az elején sok ember megnézi, de utána a szóbeszéd viszi a filmet, és ha nem tetszik az embereknek, akkor nem fogják annyian megnézni, akkor szépen lecsökken a nézőszám. Van hát bízom benne, hogy szeretik. Van valami kabala így a premier napjára?
Kabala? Hát, nincs igazából. Nem. Nem. Az érdekessége most ennek a film, ez az első olyan film, amit tényleg nem látott közönség, mert hogy ami különben most jó jel, de hogy a film alap nem igényelte, hogy elvigyük tesztvetítésre, minden filmet el szoktunk tesztvetítésre vinni, és akkor a teszt eredményből abból sok mindent lehet következtetni, még hozzá lehet nyúlni a filmhez, és megmutattuk, és azt mondták, hogy ez így jó, ahogy van, ami egy jó jel, tehát hogy nem akarnak rajta változtatni, tehát hogy ezt tényleg a díszbemutatón fogja látni először a közönség. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Az még hozzátartozik ugye a szolgálati közleményhez, hogy Valentin naptól tulajdonképpen már mindenki láthatja valami Amerika 3-at. Tehát ez egy jó randis. Hány első randis? 14-én teljes kapacitással megy a mozikba, bármi a 15-ét hirdettük, mert ugye akkor van a moziváltás, de 14-től már minden moziba látható. A valami Amerika 3. És hogyha viszünk magunkkal egy széket, egy ilyen kinyitható széket, akkor lehet, hogy még valahogy betérünk arra az ismutatóra. De ugyanez a film megy utána is, tudod? Tehát, hogy... Nem, tudom. Ez is... Köszönjük, nagyon szépen köszönjük. Mit szoktak ilyenkor mondani az új filmek? Kéz és lábtörés. Kéz és lábtörés? Na hát azt kívánjuk, hogy tényleg mindenki menjen moziba, nézze meg a valami Amerika 3-at. Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük szépen.